Hát nekem van csak egy. De kiadtak jó, az nem tudni. Esténként még megfoltozom az ászlót, azt a régit. Ha a piros híjával van a pirosnak, József Attilát. S ha a hóhér a fehér, ha vérrel hinti, fehérrel írom rá, Bajcsi Zsilinszky. S ha valaki bepiszkítna a zöldbe, ráhímezné, ez Házsongárd zöldje. Hol fél Magyarország él zöld előn, édes Gyida, drága karácsony bennük. S hogy Krúdi Bíder melyre? Az a kín, Szimbád gyötrelme szép lány Podolin, s ha akárki, tán éppen ő, erővel tépné meg, hát akkor Szabó Dezsővel. Igen, e megszaggatott. Ez volt az a zászló. Ez volt az ifjúkor. Ezt foltozom. Ó, tépet zászló, rongyos ifjúkorom. Végső mulatsága ez már a vénnek, tettnek nem sok, ám de elég reménynek. Ifjúkor, tépettség, foltok, régi zászló. Ó, folt hátán folt, Márai, ó, folt szent, Német László. Kedves barátaim! Ezen a kisé összekuszálódott napon, amikor egy oly felemelő ünnepség után alaposan időben eltolódva, de nagy várakozással eljöttünk ide ennek a programsorozatnak, most még csak második állomására, ami Szarvason ezekben az órákban zajlik, akkor tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Tudom azt is, hogy sokkal többen lennének, hogyha ez az időeltolódás nem következett volna be, de reméljük, hogy ezt a kiállítást még sokan fogják megnézni. Nagy öröm számunkra az, hogy itt, a mezőgazdasági főiskolán lehet ez a kiállítás, hiszen mindenünk előtt ismerős, hogy Bajcsi Zsilinszky Endre a
magyar parasztságra tette az életét, első könyve is a magyar paraszt érdekében íródott. Köszönet ezért az iskola vezetőinek, gondnokát. Ez a kiállítás, amit itt beszeretnénk önöknek mutatni, 5 részből áll. Az első rész végigkíséri születésétől, Szarvasi születésétől kezdve a Sopron-kőhidai Vitófáig az életét, és még azon túl is 1-2 évet, amíg Bajcsi Zsilinszky Endre zászló volt Magyarországon. Nem kívánom végig magyarázni a tárlókat. Víg Károly értő beszédét ismerik, hallották. Ő elmondta azt a áldozatos utat és életharcot, amelyet Bajcsi Zsilinszky folytatott. Jóformán ifjú korától kezdve egészen haláláig. Ezt itt dokumentumokban láthatják. Kevés ez a dokumentum, tisztában vagyunk vele, de megszabta a lehetőségeinket a hely és a tér, azon kívül az, hogy ezek ilyen apróbetűs dokumentum. Nem is kívánjuk azt, hogy valaki végigolvassa ezeket. Csupán az, hogy képet kapjon, fogalmat nyerjen Bajcsi Zsilinszky csodálatos tevékenységéről. A második része a kiállításnak Bajcsi Zsilinszky műveit tartalmazza. Azokat az eredeti műveket, amelyeket fel tudtunk már kutatni és el tudtunk vásárolni. A harmadik része szintén ebben a vitrínben Bajcsi Zsilinszkyről szóló visszaemlékezéseket közli. A negyedik rész ez a Bajcsi Zsilinszkyről írott verseket tartalmazza. Ott van szemben a kis beugróban. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több költőt foglalkoztat az ő páratlan életútja és páratlan áldozat. Az ötödik rész pedig a Bajcsi Zsilinszky Endre baráti társaság néhány éves működését ismerteti alig néhány tárgyal. Én azt hiszem, hogy feltétlenül szükséges, hogy szóljak, hisz Bajcsi Zsilinszky életútjáról, Vikáról mindent elmondott. Legalábbis, amit egy ilyen rövid ismertetésben lehetett, hogy szóljak erről a mi társaságunk. 1985-ben gondoltunk rá először néhány barátommal, és közöttünk van Szarvasi születési Gyimesi Jenő barátunk is, az egyik szervezője és alapítója ennek a társaságnak. Akkor gondoltunk arra, hogy egyrészt a szocialista országokban megindult demokratizálási folyamat lehetőséget ad arra, hogy újból szászunkra tűzik annak az embernek a nevét, aki egész életében a magyar szabadságért és függetlenségért, a magyar nép jólétért harcol. Úgy érkeztünk, hogy eljött az idő, hogy a méltatlanul elfeledett Bajcsi Zsilinszky Endre ismét bekerüljön a magyar nemzettudatba. A másik ok az volt, hogy közeledett Bajcsi Zsilinszky Endre születésének 100. évfordulója. És ezt mindenképpen méltóan meg akartuk ünnepelni, és mint tagjai a Nemzeti Emlékbizottságnak részt is vettünk az ünnepségekben. A társaságunk, mondom, 2 évvel, május 5-én 1986-ban alakult, 2 célra. Az egyik az volt, amit már említettem, hogy Bajcsi Zsilinszkyt visszahozni a magyar közönség, a magyar nép tudatába, hogy megismerjék működését, életét, áldozatát, hogy a példakép vesztett magyar ifjúságnak, amely annyi sok példaképet kapott az utolsó években, amelyeket aztán elfújt a szél, maradandó, századokra, esetleg egy újabb évezredre maradandó példaképet mutassunk fel, hogy ilyen emberek is éltek ebben a hazában. A másik pedig az, hogy Bajcsi Zsilinszky Endre szellemében keressük választ napjaink sorskérdésére. Ebben a tudatban kezdtük működésünket. Most azt kérdezik, hogy mit tettünk, akkor először azt mondanám, hogy sokat. Sokat, mert részt vettünk Bajcsi Zsilinszkyről szóló 2 könyv megjelentetésében. Részt vettünk azóta is minden olyan rendezvényen, és részt veszünk,
koszorúzása emlékünnepsége, ahol Bajsi Zsilinszky Endre emlékének áldozat. Azon kívül rendeztünk, részt veszünk, és részt kívánunk venni a jövőben is, mint egy olyan társadalmi megmozdulásban, amely a megújuló magyar demokrácia eszményeit tűzi ki zászlajául, azokat az eszményeket, amelyek Bajcsi Zsilinszkyben is éltek. Ezért veszünk részt minden olyan rendezvényben, ahol úgy éreztük, hogy szavunkat, hangunkat hallatni kell. Ezen kívül rendeztünk 23 előadást, egyre nagyobb érdeklődés mellett. Ennek az előadásnak a jegyzéke, az előadók jegyzéke fel van sorolva ott egy tabló. Ezek között volt Boska Imre, Csóri Sándor, Csurka István, Fekete Sándor, Fekete Gyula. Csak egy néhány nevet említettem a 25 előadó közül. Ezen kívül megszerveztük a hazánkba menekült erdélyi barátainknak és testvéreinknek egy menedékcsoport, amely állást, lakás lehetőséget igyekszik biztosítani számukra. Legutolsó rendezvényünkkel 110 ezer forintot osztottunk ki a hozzánk került erdélyi menekültek közé, között, akiket, amely összeget mind a baráti társaság tagjai, támogatóink adtak össze, hiszen más támogatónk, mint saját magunk nincs. Ezen kívül a nyárra rendezünk egy, nem is egy, hanem három vagy négy, esetleg ha sikerül öt, tábor a hazánkba került erdélyi gyermekek részére, akik fölzárkózhatnak, megismerhetik a magyar történelmet úgy, hogy mi tanítjuk, a magyar irodalmat úgy, hogy mi tanítjuk, tehát be tudnak illeszkedni a magyar iskolákba, legalábbis megkönnyítjük a beilleszkedésüket. Ezen kívül környezetvédő csoportunk mindig felemeli szavát, ahol valami olyan jelenséget tapasztal, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatban problémák és bajok vannak. A bős-nagyvárosi vízi lépcső építésével kapcsolatban nem olyan régen volt egy impozáns megnyilvánulásunk Budapesten, ahol az osztrák követségre eljuttattuk a memorandumunkat ennek a vízlépcsőnek a megépítése ügyét. Tehát igyekszünk részt venni, jelen lenni a mai magyar társadalmi és politikai életben. Ha most mégis azt kérdeznék tőlem, hogy sok-e az, amit tettünk, akkor azt mondanám, hogy kevés. Kevés, mert kevesen vagyunk. Nem titkolt célunk, hogy ezt a kiállítást is azért hoztuk le ide, Bajcsi Zsilinszky Endre szülővárosába, hogy amennyiben lehet és igény van rá, és én úgy érzem lesz, itt alakítsuk meg az első vidéki Bajcsi Zsilinszky Endre baráti társaság szervezetét. Kevés, mert lehetőségeink és erőünk is kevesek. Nagyon kérjük, hogy támogassanak bennünket, jöjjenek közénk, alakítsák itt meg ezt a helyi szervezetet, és ígérjük, hogy mi is minden erőnkkel támogatni fogunk. Befejezésül szeretnék idézni egy képes Géza versből, amit annak a Máté Szarkai Bajcsi Zsilinszky Endre kollégiumnak a szavatására írt, amelynek a névadását is a Bajcsi Zsilinszky Endre baráti társaság intézte el hosszú évek húzavonája után. Ő azt írta ebben a versében, Bajcsi Zsilinszky szájában van szavakat. Én sohasem halok meg, akkor sem, ha felakasztam. A halhatatlanságom itt marad, palás lesz majd fölötte. Ez alá a palást alá hívünk mi mindenki, aki ebben a hazában emberi, demokratikusan, magyarabb életet akar. Jöjjenek közé! Bajcsi Zsilinszky emlékirat a bárdosi miniszterelnökhöz, 1943. augusztus. Része. Ne lelkesedjünk okvetlenül, amikor káromkodnunk vagy sírnunk kellene, és ne erőszakoljuk magatartásunk önkéntességét, amikor kényszer alatt cselekszünk.
A szabadság nemzete nem keresheti a maga boldogulását egyedül a mindenáron való könnyű alkalmazkodásban, sem a természetes kockázatok mindenáron való kerülésében. Egy kis levegőt kér, ha más nem, hát a börtön vagy az internáló tábor levegőjét, a magunk törhetetlen és logikailag verhetetlen külpolitikai ellenzékisége számára, hogy egy újabb szörnyű omlás idején hitele lehessen szavunknak. Merem állítani, és vállalom a felelősséget minden mai és jövendőbeli fórum előtt, hogy a magyar nemzet nagy többsége a mi ellenzékiségünk táborában van. Micsoda igazság az, hogy a kvízlinget, akik mögött sem magyar múlt, sem magyar érdek, sem magyar hagyomány, sem magyar nagyok nincsen, csak az idegen érdekekhez való olcsó alkalmazkodás, Rákóczi és Kossuth helyett, Hajnau és Bach szelleme szabadon kínálkozhatnak idegen hatalmasoknak. És nekem, és mindazoknak, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak, a nemzet elitje tekintélyes részének, a magyar parasztság és munkásság zömének hallgatnunk kell. El kell hallgatnunk aggodalmainkat is, panaszainkat is, legfőképpen pedig évezredes igazságunkat. Szabadabb szellemi végzést kérünk, nem a magunk érdekében, hanem nemzetünk, államunk függetlensége, Magyarország és a magyar függetlenség jövőbeli megmentése érdekében. Sika István, a Gárda üzem, Bajcsi Zsilinszky Endrének. A gyermekünkre és asszonyink pillantásaira, mesdjéink köveire, és arra, amelyre minden szabad szem büszkén tekint, ősi tornyainkra, a mezők békéjén nyugvó bogjáink csendjére, s ringó kalászaink zizzenéseire, mielőtt porba vagy sírba hullnánk, ígérd meg, hogy figyelsz, fejedelem. Kedves barátaim, és most megkérem önöket, hogy mindjárt menjünk el Bajcsi Zsilinszky Endre szülőházába, hogy letegyük a Bajcsi Zsilinszky Endre baráti társaság koszorúját. Ez korábban volt tervezve, idő eltolódott, most szeretnénk lerúgni a kegyelmet. Akkor talán elmondhatnánk a koszorúzás sorrendjét. Ugye először Tordai Ferencet fogjuk hallani, aztán én mondok néhány szót, utána Szabó, utána a koszorúzás következik Tordai után, utána, és a végén én mondja? Nem, az Andris mondan egy vers. Nem, tehát teljesen emléke. Pulóvert, kucsmát, hócipőt, széttestált raptársait. Men, arcszíne bár falé, hó lettet bitófa fel. Szíved acábor, mint a láng, egy nép dühe. Azt hagyta rám. A Derecskei Református Egyház vezetősége engem küldött, hogy
hogy általa küldött koszorút én helyezem el a Balcsi Zsinszkende emléktáblájánál. Azzal a gondolatot, hogy ő halni is úgy halt meg, mint ahogy nemzetünkért élt, emlékét őrizik meg, még a nemzetünkért. Amikor a Balcsi Zsilinszky Endre Baráti Társaság és Balcsi Zsilinszky legnagyobb élő híve Csóri Áron megkoszorúzta ezt az emléktáblát, hadd mondjak néhány szót arról, hogy a Szarvasi Evangélikus Ótemplom anyakönyve szerint Szarvason a 202-es házszám alatt lakó Dr. Zsilinszky Endre főgimnáziumi tanárnak és Bajcsi Máriának 1886. június 6-án fia született, akit Endre Kálmán névre kerestek. Az anyakönyvben 1925-ben kelt bejegyzés szerint a belügyminiszter Dr. Zsilinszky Endre Kálmán család nevének Bajcsi Zsilinszkyre való átváltoztatását engedélyezte. Ezzel a szép névvel élt és kelt és halt hősi halált az első és egyben utolsó Bajcsi Zsilinszky, 20. századi történelmünk egyik legnagyobb alakja, a küldetéses, üstökös ragyogású ember és gyémántisztaságú jellem, a magyar népi gondolat legnagyobb harcosa és hősi halottja. Büszke lehet nagy fiára nem csak Magyarország, hanem a szülőváros is. Befejezésül hadd idézzem Bajcsi Zsilinszky egyik könyvéből a saját szavait. Üzenem holt édesapámnak, Zsilinszky Endrének, a magyar föld szerelmesének, a szívjavító rajongónak, édesi anyámnak, Bajcsi Máriának, kitől magyar véremet, a magyar vér fájdalmas és büszke tudatát kaptam, és minden magyar testvéremnek, innen és túl a korhadozó trianoni határcölöpökön, kihajt és kivirágzik a magyar fejfa, meglássátok nem sokára. Úgy legyen. Simonyi Imre történelmi lecke. Muhi, Mohács, Majtény, világos. És ami közte, előtte, utána, török áfiú, német maszlag, ilyen áfiú, olyan maszlag, hazai kereszt idegen fából, idegen rémfa, hazai ácstól. Ez mind így volt. Így. És még mennyi? Iszonyatos mind számba venni, orcát pirító önleköpést, hisz bűnösök lehettünk, akár a többi nép. De el nem követett bűnöket, önként vállalt önkéntesek, ez Muhi, ez Mohács, ez Majtény, ez világos. Mert nem a történelem a veszélytő, de az önfeljelentő köpedelem. Ez a valóban vesztett történelem, s ez vezetett vesztett csatákon túli gyászhoz. Vezeklős illő alázata vétkeként, de nem illegő riszáló alázatosság, s dőre áron aluli végkiárusítás jelez irány szakadékból az emelkedőre. Muhi, Mohács, Majtény, világos, és Drényi, és Adi, és Bartók, és Zsilinszky, csak illő flort a méltóságos gyászhoz, de hogy bármelyik Majténynál végleg letörött volna a zászló. Hát József Attila, hát Kodály, hát Krúdi, hát Németh László.